Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjönek kis Warframe, érdemes fegyverek és modolások. Az érdemes fegyverek alatt azt értem, hogy olyan fegyvereket, amire érdemes megtartani és érdemes későbbiekben is játszani velünk. De még mielőtt elkezdeném ezt a videót, szeretném, hogyha tudnátok, és ez nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy hogyan kell belekezdeni egy ilyen bemutatóba, és hogy mit szükséges intézkedni valók vannak ahhoz, hogy egy ilyen bemutatót egyáltalán megtartasd te magad a saját űrhajódon. Szóval úgy kell kezdeni, hogy az istentelen pro Warframe játékosokat, akik magukat isteneknek kiáltották ki, azok előtt fel kell áldoznod 6 kubrót és 2 kecskét. Ha mindezt megtetted, akkor netán engedélyt kapsz eme nagyszerű ember istenektől, hogy létrehozhatsz egy ilyen videót. De komolyan fordítva a szót, a fegyvermodolások és azoknak a játéka, ez mind rajtatok áll, ez egy személyes, ezek személyes modolások, mindenki úgy csinálja a saját fegyverét, ahogy szeretné, nekem így fekszik, ez az én játékszílusom, ez tetszik, és így szeretem csinálni. Úgyhogy most végig fogunk menni egy-két olyan fegyveren, amiről úgy gondolom, hogy érdemes amivel érdemes játszani kis szintől nagyobb szintig, amit érdemes megtartani, mert hogy jó statokat lehet belőlük kihozni, és elég jól bírják, hogyha arról van szó hosszabb meneteken. És most igazából az Ignis-t húzom, még bele kell rakjam egy pár formát, de beszélhetünk egy kicsit majd arról is. Szépen sorrendben megyünk, akkor kezdjük az Amprex-el. Nagyon beleszerettem az Amprex-et, lehet sokkal nem szeretitek. Azt mondom, egy ilyen tömegpusztító fegyver. Ja, Halloween van, azért látjátok ezt a maszkot, aki netán Halloween után nézni meg azt a videót, és megkérdezni, hogy honnan van a tökfej, onnan van, hogy Halloweenkor lehetett megvenni. Az Amprex ilyen tömegszabályozós fegyver, és az az igazság, hogy lehet, hogy sokkal nem szeritek, de én nagyon megszerettem, és egészen sokáig bírja az ellenfelek ellen, mert nagyon gyorsan okos szerzéseket, de rá is térek a lényegről, hogy jöjjön a modolásra. 3 forma. Minden fegyveremben többnyire annyi formát rakok bele, amennyivel szükséges, amennyi szükséges ahhoz, hogy a végső szint határáig elmenjek, mivel hogy egy fegyver egy bizonyos szint után így se úgy se hat, ezért a Warframe-ek képességével, fegyverképességével összesítve igyekszem használni, amikor már a legvégső határoknál járunk, ezért minden fegyveren pont annyi forma van, amennyit pontosan szükségesnek érzek. Na most, ezt is el kellett mondani ahhoz, hogy értsétek, hogy mit, miért, hogyan formáztam úgy. Szóval 3 forma van benne, természetesen Serration, Split Chamber, azok alapmodok, szinte minden fegyveremben alapmodok a Serration, Split Chamber, és innentől kezdve kiúztam a Radiation, Viral damage-re, mert a magasabb szintű ellenfelek ellen is szeretném, hogy hatékony legyen. Az alacsonyabb szintű ellenfeleket így is úgy is szedi, mint a cukrot. Onnantól kezdve van egy korrozív és Blast damage-em is a Grineerek ellen, és van egy gázmagnetikus is a korpuszok ellen. Na de most nézzük például, hogy a korpusz Serration, Split Chamber, Rifle Ammo Mutation nagyon kell bele, úgy gondolom, Vital Sense, High Voltage, Wildfire, Malignant Force és Rhyme Rounds. Na most, annyi a build, hogy 50%-os Critical Sense, ez fel van szorozva 4,4-szeres szorzóval, ugye, és hát gáz és magnetikus sebzést hozok ki a tűzzel és gázsebzéssel, továbbá a jéggel és áramsebzéssel, ezeket a sebzéseket kihozom, és ezzel a korpusz ellen is hatékony lesz. A Grineer ellen ugye pedig tűz és jég a Blast Damage érdekében, és korrozívert áram és gáz. De itt már viszont Point Strike-ot használok, a 125%-os lesz a Crit Chance, ezért szinte mindig piros Crit Chance-eket látok, de én leggyakrabban valamiért nagyon szeretem a Radiation Viral Damage-et, mert alapvetően hatékony mindenki ellen, és amikor jönnek már a magasabb szintű mobok, például a Void-ban, akkor még mindig egészen hatékonyá válik, mert ott már a sokat számít, ha tudsz sebezni életre. Státusz az 56% másodperceként, szóval mi vagy 50%, mindig beüt a státusz. És ha jól emlékszem, igazából itt a
Split Chamber-t az, nem a bocsánat, ahol vagy, Vital Sense csak kísérletképpen használtam. Vital Sense Possess, szóval magas neki a Critical Chance, magas neki a rámenő Sorcerer, szóval egész jó számokat lehet elérni, de ennyit az Amprexről. Boar Prime, hát a Boar Prime egy érdemes fegyver, amit meg kell tapasztalni, de azt mondják, hogy a sima bort is annyira buffolták, hogy nagyon jó lett, úgyhogy szedjétek ki a bort és próbáljátok ki, a shotgunok most nagyon jók ebben a játékban. Ezért is úgy indítottam, hogy 4 forma, Prime Point Blank az plusz 150%-os damage miatt, vagy a sima Point Blank, akinek prime, nincs Prime Point Blank, full contact, ez egy alapmód, mert impact, shell shock, blunderbuss a critical chance miatt, ugye kicsit azt fölemeljük. Multishot, ugye a health chamber, a multishot olyan, mint a split chamber az Amprexben, blaze, chilling glass és toxic bear is lehetne még bele egy forma, de egyelőre tökéletesen megteszi. Radiation viral damage-re húztam ki. Van egy 1786-os Impact, Puncture és Slash maradt gyakorlatilag az alap. Nagyjából ez lenne, szedjétek ki a shotgunt, a bort a marketből, mert nagyon jó shotgun lett. Azt kell állítólag, nem próbáltam, de állítólag már egy kicsit erősebb is, mint a Prime változata. Na de őt már ugye elérni, Prime-ot elérni már nem tudjátok. Boltor Prime azt mondom, hogy egy kötelező fegyver mindenkinek, és aki, ha egyszer megformolod, ne add el, amúgy is kis pénzt kapnál érte, de viszont cserébe egy elképesztően jó fegyvert kapsz. Aki emlékszik, hogy milyenre modolta a sima boltorját, arra biztos vagyok, hogy nem húzott egy 1200 körüli mondjuk elementális sebzés, mert nem lehetett kihúzni. Három formával indítottam a Boltor Prime-omat, Hammershot, Heavy Caliber. Úgy éreztem, hogy most nincs akkora szükség a Boltor Prime-ra, az Achillas-ira. High Voltage, Infected Clip, Serration, Split Chamber, Stormbringer és Malignant Force. Úgy gondolom, ezek olyan módok, amit nagyjából egy viszonylagos kezdőnk is el lehet érni, nekem nagyon korán megvoltak, úgyhogy nagyon könnyű kiépíteni a Bolt Prime-ot és nagyon erős fegyvert. Bocsánat, a Boltor Prime-ot és nagyon erős fegyvert kapsz cserébe. Braton Prime nálam, ha jól emlékszem, még formázásra szorul, mert nem az igazi, nem, már megvan benne, ami kell. Három forma, ő nálam a korpusz fegyver, minden, tehát legtöbb fegyver a Greenier-re lehúzom. Ezért mondom magamnak, hogy kell egy korpusz fegyver, ez egy gáz és magnetikára végződő, tehát Serration, Split Chamber, Malignant Force, Vital Sense, nem kell egy sok. Csak épp egy kicsi, 10% esély, de az bejött, akkor az 3,2%-os szózóval. Innen mondtam, ebbe még kell egy forma, hogy belemenjen az összes olyan mód, amire kell, sőt, talán még két forma is fog kelleni, hogy igazán pöpesz legyen, de három forma után ezt már eléred, szóval Vital Sense, Termite Rounds, High Voltage, Rhyme Rounds és Cryo Rounds, és ez egy olyan jó minimum már, amivel a fegyverből egész sokat ki lehet hozni, két forma után pedig egy kicsivel többet, nem sokkal kicsivel többet, ezért megteszi egyelőre a három forma is, és amikor lesz időm, akkor vissza fogok rátérni. Dread előbb-utóbb ki lesz dobva, és egy olyan fegyver, amit érdemes megtartani, ugye a Dreadet megszerezni a Stalkertől lehet, úgyhogy eljön érted a Stalker, akkor gyakorlatilag gyorsan kell elni. Van egy olyan elmélet a Stalkertől, hogyha megvárod, hogy elővegye azt a fegyvert, amit szeretné, hogy kidobja, akkor azt fogja elejteni, hogyha megölöd. Éppen sikerül, akkor megölni, és akkor megkaphatod. De mivel hogy a Dreaddel kezd, így elég könnyen dobja a Dreadet ebből a szempontból. Na most, upgrade, kettő forma kellett nekem ahhoz, hogy kihozzam belőle azt, amit szeretnék. Amire ügyeltem, magas critical chance, annak egy magas szorzója, és hát slash corrosive damage-re hoztam, mert többnyire greenier elemek. Serration split chamber shred, igen, shred, hogy gyorsabban tüzeljen, és legyen egy átütő ereje, az átütő erő annyit tesz, hogy több ellenfelet is átvisz. Gyakorlatilag a Vital Sense, a Point Strike, High Voltage, Malignant Force és French Fusillade, hogy még egy kicsit rámenjen arra bizonyos slash damage-re, de azt mondom, hogy a French Fusillade, mivel nehezen esik, ezt ki lehet helyettesíteni valamivel, nem tudom, akármivel berakod ide, legyen még egy cold damage-et, tessék, tehát így mondtam valamit, vagy itt van a Thunderbolt,
hogy akkor robbanjanak azok a bizonyos robbanjak be azok a bizonyos nyilak. Na most, hol akartam, de nem is azt akartam, ezt raknám bele, és akkor a corrosive damage-en még egy kicsit föl van erősítve. És igen, meg kipróbáltam a felső szélére, de végül úgy döntöttem, hát nem annyira az igazi valahogy, és akkor inkább legyen benne egy még nagyobb elementális sebzést. Szóval van itt egy magas kritikus esély, annak egy szorzója és meg egy státusza is, szóval ez a nyíl nagyon sokáig, nagyon magas szintű ellenfeleket gyakorlatilag egy ütésből bír. Tehát három forma az a minimum, amit érdemes belerakni ahhoz, hogy megfelelő damage-et hozzá ki belőle, de továbbiakban rakhatsz többet is. Harpak az rendben van fegyver, annyira nem is érdemes beszélni róla. Ignis, ne lepődjetek meg, csak szót kell ejteni róla, jelenleg most fogom majd formázni, de egy olyan fegyver, amire már érdemes felfigyelni. Mert módosították, végre kapott egy sajátos kinézetet, és kicsit javítottak a statjain. A critical chance és multiplayer még mindig szar, de azon ne csüggedjetek. Az nem annyira szám, ami jó itt a status per second, és ha megnézitek, gyakorlatilag semmi olyan mod nincs benne jelenleg, ami a státusz növelni, szóval 40% státusz, az szinte egy ilyen státuszos modot beleraktok, már azt jelenti, hogy minden lövés, tehát minden tűz erős státusz fog okozni, tehát égni fognak a picsába. És ami a jó, amit látjátok, még nincs benne egy forma sem, csak egy Orokin Katalisz, és csak ennyi mód van benne, de azzal már megcsináltam egy ilyen Blast. Miért Blast Damage-et? Az a saját titkom, hogy miért Blast Damage-et ragok egy tűz alapú fegyverbe. 461 Blast Damage-et ki lehet belőle hozni, például Blast Damage-et, de ezt csináltok Fire-t, vagy valami 461. Szóval az azt jelenti, még két form, és ebből egy ezres lesz. És ezt az ezres gyakorlatilag másodpercenkénti sebzéssel adja be, szóval hullani fognak az ellenfelek az Ignis előtt. Egy olyan fegyver volt, amit előszeretettel egyszer kiszedtem a klámból, jaj, de jó lesz, mert tök jól néz ki, mert hogy tűz. És annyira gyenge volt, hogy azonnal töröltem, de most így elnézve a statikat, mindig úgy szoktam kipróbálni egy fegyvert, hogy mennyire hatékony drakon nulla szinten modok nélkül, és ha megfelelően hatékonynak találom, akkor megtartom többnyire. Szóval, hogyha nulla szinten egy fegyver nálam megfelel, akkor megtartom, és az Ignis nagyon jól teljesített most. Úgyhogy ezt a fegyvert szedjétek ki a klámból, mert most jó, és nagyon jó tömegszabályozó a fegyver, szóval Karak Rate azt már nem érdemes róla beszélni, Latron Prime már nem érdemes róla beszélni, mert nem érhetitek el. Paris Prime, azt szedjétek ki, akinek nem esik ki a Dread, őt is még nekem le kell formáznom, le kell bizony, nem is foglalkoztam vele, még a Rockin reaktort se raktam bele, de viszont már a statjéból, már a sima adatéból látszik, hogy gyakorlatilag három moddal benne kihozol egy 1047-es puncture damage-et, szóval a Paris Prime, négy forma, és kihozni belőle azokat az elementár sebzéseket is, amiket tetszik, érdemes megejteni. 45%-os kritikus esély, arra természetesen még ráhúzol egy point strike-kal, és olyan adatokat érsz el vele, mint a Dread-del. Szóval nincs meg a Dread, akkor Paris Prime lesz a te fegyvered, és mindenképp, ha szereted az íjakat, csak hát nekem megvolt a Dread, jobban szerettem, így aztán a Paris Prime az elmaradóban volt mögötte, de egy olyan fegyver, amit érdemes modolni. Már csak ebből a sima három modból is kihozza egy 1045-ös puncture damage-et, az már elég erős önmagában, szóval kezdő vagy és nincs semmi modod, de valahogy a kezedbe akad egy Paris Prime, modok nélkül is boldog leszel vele kb. Prisma Tetra, nem tudom, hogy kinek megvan. Mindenki nagyon lehúz ezt a fegyvert, nekem valamiért tetszik a hangja, a stílusa, a lövési sebessége. Úgyhogy én eddig beleraktam kettő formát, ami elégnek is bizonyult bele. És ezzel kijöttök, ugye ez a 139-es Puncture, egy Radiation Viral Damage-re építettem, 314-219, de természetesen arra építed, amire jól esik az elementális jelzést a semmi. De most gondoljatok végig, kritikus esély és a multiplier-re nem nagy, de van neki egy 74%-os státusza, és ezt ugye a lövési sebességgel felszámolva mindezeket a sebzéseket, azok a státuszok szépen beütnek, és jól végez a
Ez a, jól végzi ez a fegyver a dolgát, még a magas szintű bombardok ellen is, főleg mert radiation viral damage van neki. Úgyhogy ezeket érdemes belerakni, úgy gondolom. Serration, Split Chamber, Fast Hands, mert lassú a újratöltés, és természetesen attól függően, hogy milyen elementál sebzést akarsz belőle kihozni. Wildfire, High Volt és Malignant Force Rounds, Termite Rounds a Radiation Viral Damage érdekében. Szóval úgy gondolom a Prisma Tetra legalábbis egy jó fegyver azoknak, akiknek megvan. Quanta Vandal, hát ne beszéljünk róla, epikül jó fegyver amúgy, de mivel nem tudom, hogy hányan értétek el, minden esetre megmutatom. A sima Vandalról nem tudok nyilatkozni, nem használtam. De a Quanta Vandalba beleraktam két formát, és nagyon jó statokat lehetett belőle kihozni. Én Viral-re húztam és sima Electricity-re. Heavy Caliber, mert nem kell neki célzás, mert egy lézer fegyver. Serration Split Chamber, ugye? Vital Sense, a kicsit magasabb szorzó miatt. Malignant Force Combustion Beam. Azért raktam ezt bele, mert azokat megölök, plusz 300 damage-et csinálnak robbanáskor. És ez azért nem egy rossz dolog, igazából egy próbamód, csak úgy próbálgatom. Be lehet helyette rakni az Electricity-hez egy, nem tudom, valamilyen másik elementál sebzést is kihozni, de egyelőre csak próbálgatom, nem rossz. Akármit be lehet hozzárakni, nem tudom, most tessék, ha beleférne, na mindegy. Ki se húztam végig, szóval az a lényeg, hogy még kell bele egy forma, de ezt a combustion-t beleraktam, mint kísérletező mod. Point Strike és Rhyme Rounds, és akkor kijösszem, hogy Viral Electricity-t. Nagyon jó dolog, de talán van B konfigom is, már nem emlékszem. Nincs jó, akkor ezt szoktam használni, már ha használom a Quanta Vandalt, mert vannak jobb fegyverek is. Sancti Tigris és Sima Tigris úgy gondolom egy olyan fegyver, amit előbb-utóbb érdemes megszerezni és játszadozni velem, mert nagyon ott van a szeren, főleg a Sancti, mert egy 400-al több damage-e van neki. Ha van Prime Point Blank-el, akkor nagyon boldog leszel tőle, az biztos. Prime Plumlag Blaze, Blaze ugye Shell Shock Blaze-t nehéz egy kicsit kiformulni. Burn Magazine, ez azért, mert Sancti Tigris én reflexből úsítom el, hogy mind a két golyóját azonnal kisütöm, és így hármat kap, és gyakorlatilag mindig lesz két golyóm, ha értitek, amire gondolok, hogy ki tudjam lőni. Hell's Chamber, Toxic Beres, Chilling Lab, Seeking Fury, kettő forma elég volt a Sancti Tigrisbe. A sima Tigrisembe anno beleraktam négyet, hogy ki tudjam belőle hozni azt a pusztító erőt, és Viral Domination, Viral Radiation-re hoztam az elementálshez. Ezt a Viral Radiation-nel bánjatok óvatosan, mint mondtam, általánosítva az egyik videómban melyik a legjobb sebzés, általánosítva mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy a Blast és a Corrosive általánosan az összes fakcióra, tehát Corpus, Green Ear, Infestation és a Voidos ellenfelek ellen is általánosan a Corrosive Blast Damage a legjobb. De mivel én szeretek a végletekig menni a játékaimba, és ott szeretnék igazán számítani a fegyveremre, ezért legtöbbször Radiation Viral-re húzom azt a bizonyos fegyvert. Azért, mert tudom, hogy nem halnak bele a lövésbe, de a Radiation miatt meghűlnek, és egymást kezdik el lőni. Ezt láthatjátok is az egyik videómban, itt tisztán, a Viral miatt, és amiatt, hogy magas a státusza, emiatt beüt nekik a Viral Damage, és rengeteget levesz az életükből. És ezért miközben egymást lövik, még én is szerzem őket nagy mennyiségben, így könnyen kiesnek. Ez a trükkje a dolgoknak. Szóval ez lenne a Sancti Tigris. Vagy a Sima Tigris, csak a Sima Tigris négy formás, nem kettő. Arra vigyázni kell. Snipertron nálam az a fegyver, ez delete, csak ahogy mondjam, ezt így elfből tartom meg. Soma Prime, ha a kezedbe akad egy Soma Prime set, azonnal gyártsd le magadnak a Soma Prime, a úristen fegyver ebben a játékban, legalábbis az én szemszögemből.
Kettő forma elégséges bele ahhoz, hogy megcsináljunk egy tényleg über epikön ütőfegyvert. Critical chance 75% és a multiplier 6,6-szoros, tehát ez a fegyver mindig kritikusat üt, és mindig magas kritikusat üt. A státusz a 37%, ez azt jelenti, hogy nagyjából mindegyik harmadik golyós elementális sebzést fog, illetve elementális sebzést beviszi az ellenfélnek, és meg is tartja, ugye. Korrozív damage 109. Ezzel lehet, hogy meglepődtök, de ebben a fegyverben van egy 200-as tár, amit 75%-kal, tehát minden golyója beüt kritikus esélye, és felszoroz 6,6-tal. Szóval, ha azt nézzük, ez olyan 700 akat sebez, másodpercenként gyakorlatilag, szóval úgy ledarál mindent, ami előtte áll, mintha ott se lenne. Tehát frankon, ez a fegyver über brutál és nagyon jó. Talán a játék egyik kiemelkedően jobb fegyvere. Serration, Point Strike, Malignant Force, Vital Sense, Heavy Caliber, mert nem kell vele olyan pontosan célozni, Split Chamber, High Voltage, egy Rifle Ammo Mutation, mert zabálja az ammo, de mindenkinek a saját döntése ezt belerakja, vagy csinál még egy valamilyen sebzést rá, és legyert magának ammót, mert egyszerűen zabálja az ammót, de viszont nagyon jó fegyver, nagyon érdemes játszani vele. Soma Prime egekig magasztalva nálam. Mi van még itt? Strum Rate, vár, nem érdemes róla beszélni. Tiberont most húzom, még belekerül egy-két forma, de egy alap adataira ránézve eddig nem az a biztos, hogy az a fegyver, amivel játszani szeretnék. Szóval oké, kezdőszinten, hogyha elérhet ez a fegyver, érdemes, meg úgy jól is néz ki, de nem az a fegyver, amivel érdemes lenne játszani. Tonkora. Tonkora másik fegyver, ami nálam az egekig magasztalás címét jelenti, és amint meglátom ezt a fegyvernek, már csak ugye az alap, mindenhol van egy konfigurációk, az alap adatai is viszonylagosan magasak voltak, így aztán hát kihúztam jobban a Blast Damage-et, és ráhúztam egy Viral Damage-et. Blast Damage-től elesnek, Viral-től meghalnak, szóval helyből négy forma, nem is adtam föl, és ezzel a fegyverrel olyan sok ideig mászkáltam én a Void-ba, hogy ez hihetetlen. Tehát nagyon-nagyon hasznos fegyver, hálás fegyver, és tömegszabályozásra olyan, mint hogyha a Sarin elsütné az ultiát, tehát egyszerre annyian halnak tőle. Elképesztően jó fegyver, és nagyon-nagyon örülök, hogy még nem jutottak el odáig, hogy lenörföljék, mert kell egy ilyen fegyver kisebb játékosoknak is, hogy el tudjanak menni a végletekig azokban a bizonyos játékokban, és a tankorral lehet. Ram Rounds Vital Sense, a húst azt kivenném, várjatok csak, a húst kellett nekem egy izéhez, egy bizonyos küldetéshez, és gyakorlatilag azért Wildfire, legyen Wildfire, ez az. Na, a húsja, bocsánat, elbasztam. Vissza, nope. Mi volt itt nekem? Ja, várjatok, nem hús volt, hanem fast hands volt, de hülye vagyok, így. Ja, fast hands volt, igen, mert elég lassú az újratöltése, szóval. A Rhyme Rise, Vital Sense, Fast Hands, Point Strike, Serration, Split Chamber és Malignant Force Cry Arounds. Ezt így négy forma után ki lehet hozni belőle ezeket az adatokat. Nagyon meglepődtök, milyen számokat fog ez kiírni nektek kritikusnál, úgyhogy nagyon javaslom ezt a bildet így az egy-egybe lemásolni, mert meglepő számadatokat fogtok látni, és nagyon-nagyon sokáig fogja bírni ellenfelek ellense. Amikor eljön az a pont, amikor már nem öli meg őket, el fogja őket lökni, és lesz időd elmenekülni. Erre a fegyverre lehet számítani. Tonktorid. Nagyon móka fegyver, adjátok Milás kezébe, és egy egész fing felhőt fog csinálni. Mindenképpen a Serration, a Heavy Caliber, Point Strike, Malignant Force, Split Chamber, Cryorans, Infected Rhyme Rounds, és én puszta Viral Damage-re húztam ki. Vannak
több bígyém is gázmagnetikus korpusz ellen, ugye, és egy korrozív damage a Grinir ellen, vagy a Vojva, vagy a Kell. Szerettem Mirás kezébe adni, mert hihetetlenül pusztító damage-et képes csinálni a Tori, de egy jó fegyver, érdemes vele játszani, csak hát ha megnézitek, akkor 5 formátoknyi időbe fog telni, és akkor ki tudjátok belőle hozni ezt a mondhatni vadállatot. És hát ez a fegyver, ez jó. Magas státusszal rendelkezik, magas kritikus, viszonylag magas kritikus eséllyel, magas szorzóval. Szóval egy olyan fegyver, amit tényleg érdemes játszani vele, főleg egy Mirás kezében, mert nagyon csodákra képes, komolyan mondom, csodákra képes. Szedjétek ki a klámot, csináljátok meg. A Vectis Prime a következő, az egyetlen olyan sniper, amit szeretek ebben a játékban, és ha netán sikerül kifarmolni, nem éppen a leggyakrabban dobott fegyver a Voidban, ha netán sikerül kifarmolni, akkor gondoljátok végig, ha nem is szeretnézik a snipereket, ez egyetlen olyan sniper, amire lehet, úgy gondolom, hogy tényleg faszán lehet számítani, és érdemes megtartani című fegyver. Nem beszélve, hogy a Nightmare Raiden igen hasznosan jön egy sniper. Még kellenek bele formák, tehát legalább 2 forma, de sima formák nélkül is, tehát ezeket az adatokat ki lehet belőle hozni. Serration, Pulse Rack, High Volt és Crash Core, Split Chamber, White Essence, Thermite Rounds. Ez bőven elég abban, hogy a Nightmare Raiden az istentelen tudja, hogy milyen magas 70-es szint ilyen röpködő, tudjátok, Nullifier, Grinir Nullifiereket egy lövéssel leszedje, és alapvetően 2 lövésből a sima Grinirt is. 2 forma után ez a fegyver über jó lesz, szóval 2 formával számoljatok, de 62%-os kritikus esély 4-szeres szorzóval, amit ki lehet ugye belőlük hozni a Vital Sense és a Point Strike-ra, szerintem nagyon megéri fegyver, és nagyon érdemes lenni, és státusz a 81% már önmagában ez halálos, ez a 2, vagyis ez a 3 adat, na most ha emellé még egy magasabb elementális edzést ki lehet hozni, akkor ez a fegyver ez tök jó elpusztíthatott lesz, és már így is formák nélkül elégedett vagyok belé velük, csak olyan kevés időm van játszani, kevés időm van formázgatni, és mindig egy-kettő másik dolog élvez prioritást. Ezek lennének az elsőleges fegyverek, amelyek prioritást élveznek nálam. Na most, jöjjenek a másik fegyverek, szépen sorrendben vagyunk, nagyon kevés másodlagos fegyvert tartottam meg, amire úgy gondoltam, hogy érdemes lett volna, és az egyik az Atomos, gyorsan rá is megyek a buildjére. Blast Damage-re húztam ki, hogy miért húzom ki a tűzfegyvereket, Blast Damage-re megtartom magamnak ezt a titkot. Deep Freeze Little Torrent, amit nehezen dob ki, tudom, de ha kidobja, örüljetek, és kész. Frostbite, Ice Storm, Hornet Strike, és Barrel Diffusion, Scorch és Heated Charge, mindezt a Blast Damage érdekében. Úgy gondolom, hogy az Atomos egy epic jó fegyver, 3 formával indult nálam, érdemes megtartani, megcsinálni. Mindenképpen nagyon jó másodlagos fegyver. Brock, hát egyértelmű, egyrészt azért prestige fegyver, másrészt azért, hogy végre kidobja az a nyomvat G3, akkor egy elég elmebeteg statokkal rendelkező fegyvert fogsz kihozni, azt hiszem ez magáért beszél, beszélnek ezek a számok. Szóval, ha még ennek a felét hozott ki a Brockból, akkor is jó vagy. Tehát így a Brock erős fegyver, érdemes megtartani. Hornet Strike, Scorch, Frostbite, Jolt. Tudom, Jolt nehezen dobja, de ha egyszer elhozza a trader, vagy netán kidobja, akkor boldog vagy vele, és örülsz neki, mint a majom farkának, és nem adod el, mint én csináltam először, de akkor visszaszereztem egyszer. Barrel Diffusion, Ice Storm, Heated Charge és Little Torrent. Ezekkel lehet kihozni ezeket az adatokat. Tudom, Little Torrent Jolt itt a rossz dolog benne. Little Torrent helyére nem nagyon tudom, hogy mit szeretnétek berakni, igazából mindegy, de rakjatok egy impact modot, mint a Pummel, hogyha van. A Jolt helyére pedig rakjatok bele még egy formát, mint én, ugye nekem egy formás is elég volt, de rakjatok bele még egy formát, és rakjátok bele a Convulsion-t például, és akkor tök boldogok lesztek vele. Nos. Desper, ez ugye a Stalkernek a fegyvere.
No comment, tehát én nálam ez, ennyit foglalkoztam vele, kiúsztam maximum, raktam a Frostbrass-t, a Hornet Strike-ot, és nálam onnantól ez a fegyver, ez egy delete. Lehet, hogy sokan most így, de miért ez a fegyver, ez nagyon jó, nem tudom, nekem nem tetszik, és kész. Desperről csak annyit, hogy Prestige fegyver megtartjuk, szeretjük. A Zetron szintúgy, a Prestige fegyver megtartjuk, szeretjük, de ennyit foglalkoztam vele, ó, még van is bele 30 helyen, de tetszik, meg úgy jó volt, meg úgy nem tudom, érdemes kihúzni, kibildelni, belerakni valami, nem tudom, istentelenül jó modokat, és akkor, amint látjátok, mit tudom, nagyszerű, tényleg jó statokat lehet belőle kihozni, csak már csak ennyi mondom, forma nélkül látszik, hogy jó statokat lehet belőle kihozni, de valahogy nem volt az igazi, de ha meg lesz egy Prestige fegyver, tartsátok meg, és húzzátok ki, ha nincs jobb, ha véletlenül kidobja, mert ez is olyan, hogy véletlenül kidobja, és elég ritka, hogy kidobnál, szóval tartsátok meg, szedjétek, úgy néz ki, mint egy női kézitáska, nem tudom, valahogy nem az igazi, de mivel egy Prestige fegyver is jó adatai vannak, ha nem lett volna jobb akkoriban, akkor megtartottam volna. Hiko Prime egy olyan Prime fegyver, amit érdemes megtartani, kiszedni, mindenképpen, mert még reaktor nélkül is, tehát látjátok, hogy itt foglalkozunk másodlagos fegyverekkel, csak annyival foglalkozom, amivel tényleg igazán érdemes, vagy úgy gondolom, hogy érdemes foglalkozni, de mondjuk ha már a Hiko Prime-ra én vissza fogok térni, mert úgy gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni. Kicsi a kritikus esély is a multiplayer-re, de valahogy olyan szinten ledarálja az ellenfeleket, hogy tényleg élvezet lesz vele játszani. Úgyhogy meg lehet, hogy én majd idővel, hogyha végeztem a többi Warframe-nek ugye a felbuffolásával és a megfelelőbb fegyverek felbuffolásával, akkor vissza fogok rátérni és megtartom, mert nagyon tetszett, amit képes volt nyújtani alacsony szinten kevés mod nélkül. Coolstar. Na ez egy olyan fegyver volt, amire figyelmet szenteltem, de talán egyszer megtanulok vele játszani, és hogy nem lövöm le magamat. Három formás kusztár, 13 000-es csak és kizárólag Blast Damage-re húztam. Hogy miért, kérdezzétek meg a barátnevet, na jó, nem? Azért húztam Blast Damage-rel, mert ez a végső fegyverem, a végsőnek számíthatok, hogy ellöki az ellenfelet, amikor már semmi nem öli meg őket. 13 000-es Blast Damage a földre röki őket, és én el tudok menekülni. Már ha nem lövöm le magam bele. Deep Freeze, Little Troll and Scorch, Ice Storm, Hornet Strike, Barrel Diffusion, Frostbite és Heated Charge, és ezzel el lehetett én ezeket érni. Nem is tudom, hogy csináltam rá a másik bélet, nem. Tehát full Blast Damage 50%-os státusszal, és juhú, tehát ez a fegyver, ez üt mindenképpen. Na, mi van itt még? Kusztár, mindenképp tartsátok meg, építsétek meg, csináljátok meg, mert kurva jó fegyver. Sonicor, na erre biztosan sokan kíváncsiak vagytok. Sonicor nála is egy nagyon előszeretett fegyver. Alapvetően egy olyan fegyver, ami ellöki az ellenfelet a picsával, hatalmas erővel. És emellett lehet, hogy furcsa buildet fogtok látni erre, és megkérdezitek már megint, mi a pöcsé hoztál egy Blast Damage-es fegyvert, amikor az Impact eléggé ellöki őket. Tehát azért, hogy még jobban ellökije őket, és jól szórakozzak vele. Három forma. Szóval erre a fegyverre is figyeltem rendesen, tehát három forma, és ki lehet belőle hozni egy 1000-es Blast Damage-et, Impact Damage, még egy 1000, ez ellök mindenkit a picsába is. És amit láttátok az egyik videóban, 80 perces T3-os szerverről 100 fölötti mobok jönnek, egészen megfelelően hatékonynak bizonyult. Csapatmunka szinten természetesen, mert egyénileg nem sokat tudnék vele csinálni, de van egy videó, ahol bemutatom a Warframe képességeket is, és a 75-ös bombardok simán repültek tőle, szóval a Sonicor jó, érdemes kiformázni. Deep Freeze, Barrel, Diffusion, Scorch, Frostbite, Hornet Strike, Little Torrent, Pamela, Ice Storm. Ezek lettek volna azok az elsőleges és másodlagos fegyverek, amelyekkel érdemes foglalkozni egy másik adásban, mert talán rátérünk az elsőleges fegyverekre, bocsánat, a mini fegyverekre is. Addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!